Ha gondolkozol Amazon bizniszen, vagy már aktívan építed a fiókodat, akkor 2020-ban ez lesz a legfontosabb videó, amit megnézhetsz. Szia, én Szőke Balázs vagyok, és az utóbbi néhány évben internetes kereskedelemmel foglalkozom, és most már tanítom az embereknek azt, hogy hogyan tudnak saját maguknak felépíteni egy olyan passzív pénzkereseti forrást, amely kiválthatja, vagy teljes mértékben kiegészítheti a jelenlegi jövedelmüket. Idén elindítottam a mesterkurzusomat, amelyben azt tanítom a résztvevőknek, hogy hogyan tudnak fél éven belül eljutni a napi 100.000 forintos bevételi szintig az Amazon csodálatos piac terén. Most pedig elmondom, hogy mi az a 4 kritikus fontosságú dolog, ami szükséges ahhoz, hogy sikereket érjél az Amazon piac terén. Az első a hosszú távú gondolkodás. A legtöbb ember 2 nap alatt akar sikereket elérni, és azt akarja, hogy már most elkezd az üzleti vállalkozását, és holnap már sikeres lesz benne. Viszont a világ nem így működik. Ha belegondolsz csak a lottó nyertesekben, hogy milyen hamar, milyen nagy vagyon tudnak mondjuk akár maguknak felhalmozni, de ugyanolyan hamar el is tudják azt veszteni, ugyanis nem tanulják meg azt, hogy kell nagy pénzzel bánni, hogy kell nagy pénzt kezelni. És az Amazon is valamilyen szinten ehhez köthető. Hosszú távon kell gondolkodni, és az egész egy hosszú folyamat. És hogyha így gondolkozol, és nem akarod már rögtön a profitodat kivenni, és ezáltal a saját üzletedet leépíteni, akkor később sokkal nagyobb vagyonod lesz belőle, mint hogyha fél év alatt csinálnál egy bizonyos mennyiségű pénzt, és rögtön elköltenél egy autóra vagy egy házra. Ez a hozzáállás nem fog profitábilis, és nem fog nagy céget eredményezni neked. A második kritikus fontosságú dolog a fókusz megtalálása. Nagyon sok kereskedő elveszik a részletekben, és az adózással, a szoftverekkel, és olyan dolgokkal törődik, ami nem eredményez nekik közvetlenül pénzt. Az egész üzleti modell arról szól, hogy olcsón vegyél, és drágán adjál. És ami nem kapcsolódik közvetlen ehhez, azt el kell engedni, és ki kell szervezni, és találni rá embert, aki megoldja helyetted. A te fókuszod azon kell legyen, hogy minél több pénzt keresd, tehát hogy olcsón tudj vásárolni, és drágán eladni. Ez tipikusan az az eset, amikor az illető mondjuk egy cégépítésekkor a logójával törődik heteket, vagy akár hónapokat, és így módosítja, úgy módosítja, de még nem is tudja, hogy kinek fog eladni, nem is tudja, mivel fog foglalkozni igazából a vállalkozás. A stratégia sincs még felállítva, de a logóra fókuszál. Egy logó megépítése soha nem fog pénzt keresni. Az viszont, hogy felépítesz egy stratégiát, és azzal fókuszálsz, ami közvetlenül kapcsolatban áll a pénzkereséssel, na ez fog neked pénzt termelni. És az Amazonra is igaz ugyanez. A könyve is az nem fog neked pénzt hozni, ha viszont arra fókuszálsz, hogy hogyan tudnál minél olcsóbban vásárolni terméket, és eladni drágábban az Amazonon, na az fog neked pénzt hozni, és az fogja felépíteni hatalmassal a vállalkozásodat. Tehát második lépésben a fókuszt kell megtalálni, és azt, hogy mi kapcsolódik közvetlenül a pénzkereséshez. A harmadik kulcsfontosságú tényező az, hogy a wholesale üzleti modellt alkalmaz. Ez azt jelenti, amikor olyan nagy márkák termékeit vásárolod meg az Amazonra, mint a Hasbro, a Sony, a Mattel vagy a Fisher-Price, és ezeket megvásárolod hiteles beszállítótól, helyi beszállítótól, és eladod az Amazonon. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy az Amazon egyenlő azzal, hogy az Alibabáról létrehozunk valamilyen kínai terméket, és megpróbáljuk azt eladni ott. Viszont ez nem igaz. Az igazi pénz nem a private label üzleti modellben van, hanem a wholesale üzleti modellben, amikor nagy márkák termékeit értékesítjük az Amazon felületén. Ha csak belegondolsz abba, hogy mondjuk te vásárló vagy, és még akarsz venni egy fülhallgatót, akkor olyan fülhallgatót vennél, amit a Sony gyárt, vagy egy olyan fülhallgatót, amit egy tegnap előtt létrehozott márka, akit épp Kínából az Alibabáról rendelte be ezt az adott terméket. A választ te is tudod, sokkal jobban megbízunk, sokkal jobb minőségűek azok a termékek, amiket nagy márkák hoznak létre, hiszen nekik van már tapasztalatuk, van mögöttük nagy tőke. A másik kedvencem, amikor azt hallom, hogy a dropshipping mekkora lehetőség, és hogy a dropshipping mennyire jó üzleti modell. Én úgy gondolom, hogy a dropshipping az egyáltalán nem jó üzleti modell, és nem is fenntartható. Az az üzleti modell, ahol neked soha nincsen raktárkészleted, nincsenek saját eszközei, nincsen a cégednek saját értéke, azt én nem tarthatom egy fenntartható egy nagy üzleti modellnek, mert az nem eladható, az nem egy eszköz. Az nem jó, hogy megveszünk akkor terméket, amikor tőlünk is megveszik, és akkor nem magunkhoz küldjük, hanem a vevőhöz. És a vevő akár vár rá 3 hetet, 4 hetet, mire megérkezik mondjuk Kínából az alacsony minőségű termék. A dropshipping én úgy gondolom, hogy nem egy fenntartható üzleti modell, és az Amazon egyébként tiltja. Tehát a tradicionális dropshipping üzleti modellt ezt nem lehet művelni az Amazon felületén, mert ha ez kiderül, akkor az Amazon kitiltja a fiókodat. Ehelyett, amikor wholesale üzleti modellt alkalmazol, akkor helyi, hiteles és nagy beszállítóktól vásárolsz
gigamárkáknak a termékeit, amelyeket megveszed nagykerán és eladod kiskerán az Amazonon, és gyakorlatilag a legjobb ebben, hogy nem kell marketingre költened, úgyis el tudod adni az egész raktárkészletedet szinte azonnal. Mert ezek a termékek már be vannak vezetve a piacra. Ezeket a termékeket marketingeli a brandnek a tulajdonosa. És te csak élvezni tudod ezeknek a hatásait, és nem kell mint egy private label üzletnél saját magadnak eladni a termékeket, mert ezek a termékek eladják saját magukat. És a legjobb az egész wholesale üzleti modellben, hogy olyan szoftveres segítségével, mint a Keepa, egész pontosan meg tudjuk azt határozni a hónap elején, hogy mennyit fogunk eladni az adott termékből a hónap végén. Mondj még egy olyan üzleti modellt, ahol kezdőként az első raktárkészleted megvásárlása előtt már pontosan tudod, hogy mennyit fogsz eladni abból a termékből 30 nap alatt. A negyedik kritikus fontosságú dolog ahhoz, hogy 2020-ban sikereket érjél az Amazonon, az az, hogy építs több évtizedre szóló, hosszú távú üzleti kapcsolatokat. A legtöbb ember itt veszíti el a fonalat, ugyanis nem tudja, hogy hol találja meg azokat a beszállítókat, akiktől profitábilis termékeket lehetne vásárolni, és nem tudja, hogy hogy kell ezekkel a beszállítókkal felépíteni úgy a kapcsolatot, hogy megkapjuk tőlük a legjobb ajánlatokat és a legjobb árakat. Ugyanis ez egy folyamat, és meg kell érteni már a folyamat kezdete előtt, hogy mi érdekli a beszállítódat, és hogyan tudsz neki értéket adni ahhoz, hogy megkap tőle a legjobb ajánlatokat. Viszont ezeket a pontokat részletesen megtanítom az Amazon FBA Elite Mesterkurzusomban, ahol az alapoktól fogod tudni alkalmazni ezeket a stratégiákat. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, mert a jövőben fogok még jönni ehhez hasonló videókkal, amin azt szeretném átadni, hogy mégis mekkora lehetőség és mekkora üzlet ma az Amazonon kereskedni. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és ne feledd ezt a négy dolgot 2020-ban. Gondolkodj hosszú távon, találd meg a fókuszodat, a wholesale üzleti modellt alkalmazd, és építs több évre szóló kapcsolatokat.